Sziasztok, én Chef vagyok, és ebben a videóban megnézzünk egy elképesztően brutális mérkőzést a pusztítás istenével, a KV2-vel. Annak idején, amikor a Repesz Rombró lövedékeket a Wargaming gyengítette, pontosabban újra dolgozták őket, akkor megnéztem csatákat azokkal a tankokkal, amik a legérintettebbek voltak ebben a témában. Például játszottam az FV4005 Stage 2-vel is, amivel ugyan összehoztam egy körülbelül 10 000 sebzéses karikát, ugyanakkor már abban a visszajátszásban is egyértelmű volt, hogy az uradolgozott repesz-romboló lövedékek elsősorban abban az esetben működnek jól, hatékonyan, amennyiben képes vagy velük penetrálni az ellenséges tankok páncélzatát. Még korábban a KV2 játékosok is főleg ugye repesz-romblóval használták a tankjukat, hiszen tök mindegy volt, hogy a rivális tankot hol lőtted el, mindenképpen sebeztél bele 300-at, 400-at, ha beütötted, akkor meg elvitted egy lövésből, viszont mivel a repesz-romboló mechanika az tulajdonképpen AP mechanika, ezért célszerűbb AP-val használni a tankot, bár kevesebbet sebzel, amennyiben beütöd a célpontot, viszont sokkal esélyesebb, hogy beütöd, és ha beütöd, akkor sokkal nagyobb a damage-elsz, mint ha csak egyszerűen felrobbanna a lövedéked, mondjuk a repesz-romboló az ellenfél páncélzatán, szóval egyszerűen ugye Zizi is AP-val használja pontosan emiatt a KV2-esét. És bár a pusztítás istene címmel én ugye felvérteztem a KV2-t, azonban tudni kell, hogy Tier 6-ban van még egy másik elképesztő hatékony tank, az OI, ami olyan páncélzattal rendelkezik, amit a KV2 szemből csak elképesztően magas RNG-vel képes átütni. Amit még tudni kell, hogy ha kettő KV2 találkozik, és ugye repesszel ülnek a másikra, akkor ezen a függőleges toronypáncél elemen képesek egymást penetrálni, emiatt pedig a KV2 tulajdonképpen tekinthető egyfajta üvegágyúnak, attól függetlenül, hogy a páncélzata az egyébként tud működni. Szóval amennyiben oldalt találják el, vagy a testén találják el, a KV2 igenis képes pattintani, viszont nem olyan tényleg megbízható, konzisztens páncélzattal felvértezett tank, mint ugye az említett OI. És ahogy láthattátok, a T-34-85-öst el is vittük, pontosabban Zizi egy lövésből megsemmisítette. Hihetetlen, amikor egy KV2 felbukkan, akkor valahogy minden rivális tank egy kicsit összetolja magát. Egyszerűen olyan elképesztően zseniális, amikor ugye a hosszú célzási idő az alapvetően pontatlan löveg ellenére ezek a lövések bemennek, és ezeket a Tier 6-os, Tier 5-os tankokat egy lövésből küldöd vissza a garázsba, vagy küldöd be a tanktemetőbe, nehogy jobban tetszik. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy ugye ez egy Encounter alias csataütközet játékmód. A központi bázis miatt ugye minden tank nagyjából egy helyen van, ugyan látszik, hogy próbálnak ugye flankelni a tankok, de ugye a legtöbb tank, a legtöbb HP ugye itt van a közvetlen közelünkben. És ilyen hatótávon, ilyen 100-150-200 méteren a KV2 elképesztően veszélyes. Bár ugye a KV2 a pusztítás istene, addig Tier 8-ban nevezhetjük táros KV2-nek a kalibánt, Tier 10-ben pedig ott van a halálcsillag, az FV-215B-183-as, valamint a kukáskocsi, az FV-40-05 Stage 2. Viszont ugye a legrégebbi tank ezek közül a KV-2, tehát mindig is ez lesz a klasszikus dörpágyus tank, amitől tulajdonképpen minden rivális a retteg. Nézzétek el nekem a replay bugot. Sajnos vannak olyan visszajátszások, amik néha nem úgy működnek, ahogy kell. Látjátok, hogy néha egyszerűen
a célkeresztünk nem követi a torony mozgását, illetve vannak ilyen replay bugok, ennek nem tudom mi az oka. Megnéztünk már néhány ilyen visszajátszást, ahol egyszerűen a torony nem forgott, és a célkereszt az tulajdonképpen ugye önálló életre kelt. Kicsit fura, de hozzá lehet szokni. Ugye már is 5 ellenséges tankot küldtünk vissza a garázsba, és mondtam nektek, hogy ez egy elképesztően brutális visszajátszás lesz. Mégpedig azért, mert az Izzy tulajdonképpen egyszemélyes hadseregként vezeti győzelemre a csapatát. Rendkívül tetszik az, hogy ugye ez egy encounter csata, és Izzy attól függetlenül, hogy bár ugye itt van egy csomó tank rajta, egyszerűen képes koncentrálni, képes figyelni arra, hogy éppen mi az a prió célpont, amit neki el kell vinnie. Az előbb is láthattátok, ott volt egy Type 64-es, valamint egy KV1-es. A legtöbb játékos azt gondolom egyszerűen csak, hogy meglőtte volna a KV1-est, úgy lett volna vele, hogy sebezzünk valamennyit, gyorsan visszahúzzuk, stb. De Izzy képes volt bevállalni a KV1-estől lövéseket annak érdekében, hogy a fontosabb célpontot, a Type-ot el tudja vinni. Ez egy rendkívül fontos lépés ebben a körben, mégpedig azért, mert amennyiben ugye hagytuk volna, hogy a fürge könnyű tank elmeneküljön, abban az esetben ugye elképzelhető, hogy a későbbiekben akár tüzérségi támogatással, de Izzyt ugye megsemmisíti. Így viszont már csak olyan célpontok maradtak, amik vagy nem tudnak elmenekülni, ugye ilyen volt a KV1-es, valamint a VK, vagy pedig ugye a tüzérek, amik tulajdonképpen spottertank nélkül az elharcban. Azt nem mondom, hogy veszélytelenek, de azért jóval kisebb veszélyforrást jelentenek, mint ugye abban az esetben, amennyiben ott van egy Type 4-es, vagy bármilyen tényleges harckocsi, ami képes neki deríteni. Az első célpont, amivel Izzy végezni fog, az a grille, de sajnos ugye a lövést elrontotta. Érdemes kiemelni, hogy innentől már átváltott repesz rombolóra. Azt gyanítom, hogy ennek annyi az oka, ugyanis én a KV2-vel nagyon régen játszottam már, hogy amennyiben nem képes repesz romblóval penetrálni az artikat, bár egyébként kétlem, hogy ez így lehetséges lenne, még abban az esetben is, ha felrobban a páncélzatukon ez a 152 mm-es repesz romboló lövedék, ugye akkor a robbanás, hogy elviszi őket akár 100% HP-ról. Ugye itt látszik az, hogy azért a mozgó célpontokat, főleg azokat, amik nagyobb távolságra vannak, nagyon nehéz eltalálni egy KV2-vel. És igazából itt már csak arra kell figyelni, hogy ezek az artik csapatmunkával le tudják játszani. Ugye egészen addig, ameddig Izzy képes ezt a közelharci elemet működtetni, addig előnyben van. És ezen a ponton ugye az EMX megnyerheti. Az EMX mit tud? Az EMX azt tudja, hogy Izzy pontosan mikor semmisítette meg a szövetséges tankot, a grillét. Tehát tudja, hogy van körülbelül olyan 20 másodperc arra, hogy közel tudjon menni a KV2-höz, becélozhassa és ellőhesse. Kérdés, hogy vajon a ZAMX gondolkozik-e? És sajnos nem gondolkozik. Ugye az EMX ott rontotta el egész egyszerűen, hogy nem volt türelmes, és ezt rengeteg játékosnál látom, akik egyszerűen elkapkodják a lövésüket, elizgulják, úgy vannak vele, hogy minél gyorsabban lőni kell, pedig ha várnának még 2-3 másodpercet, egy kicsit jobban beszéloznák a célpontot, akkor ugye biztosan elvihetnék. Viszont ugye az EMX hibázott, az Izzy pedig egyszerűen egy kicsit távolodik, az EMX-től majd hátulról kivégzi a menekülő tüzért. Nos, ez egy elképesztően király játék volt, azt gondolom Izzytől.
Ugye láthattuk, hogy 11 ellenséges tankkal végzett, ami szerintem egészen elképesztő volt, és azt gondolom, hogy látva ezt a visszajátszást egyértelművé válik, hogy a KV-2 még mindig egy olyan fegyvertény, főleg Tier 5-ben, Tier 6-ban, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én Chef voltam, nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, ne felejtsétek, hogy szinte minden nap élőben játszom a Twitch-en 16 órától, mindenképpen érdemes becsatlakozni. Hatalmas pacsi mindenkinek, nagyon szépen köszöntöm még egyszer a figyelmeteket, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk, addig is, sziasztok!